effektív, tényleg féltem attól, hogy azzal a sok fegyverrel a házban, meg amikkel ő korábban engem így fenyegetett, hogy amikor eldöntöm azt, hogy kilépek abból a házasságból, akkor akár retorziók is lesznek. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ma Ivon Didrik fogja elmondani, hogy mi volt az ő életében a legnagyobb bátorság. Egyébként nemrég jelent meg egy könyv az ő tollából, amelynek címe Pályakezdő milliárdosok. Nekem volt egy első házasságom, ami nagyon fiatalon kezdődött, 15 évesen, és nem a normál okokból kifolyólag, hanem tényleg egy ilyen otthonról való megszökés vezérelt, amiben a könyvemről sokat is írtam, hogy a gyerekkorom azért nem volt mindennapi. És amikor úgy döntöttem, hogy nekem mindenképpen lépnem kell, ez számomra nagyon egy nehéz döntés volt. Részben azért, mert nagyon kiszolgáltatott voltam abban a helyzetben még Amerikában, hiszen a családom nem volt ott, része Európában, része édesapám Dél-Amerikában, Brazíliában, és az akkori férjem, ő vadászott, és nem egy pozitív ember volt, és effektív tényleg féltem attól, hogy azzal a sok fegyverrel a házban, meg amikkel ő korábban engem így fenyegetett, hogy amikor eldöntöm azt, hogy kilépek abból a házasságból, akkor akár retorziók is lesznek. Úgyhogy én akkor azt szépen csöndben magamban elterveztem ezt az egész dolgot, hogy felkészüljek mindenre, és vele csak már a költözés napján közöltem, hogy én akkor megyek, és közben eldugtam a fegyvereket. És utólag visszanézek, tényleg az egy nagyon rémisztő dolog volt, és azok a nők, akik átéltek akár fizikai, vagy érzelmi ilyen kihasználtság érzetet, vagy bántalmazást, azok tudják, hogy nagyon nagy bátorság kell arra, hogy merjenek lépni. Te hány éves voltál akkor? Hát amikor férhez mentem, akkor 15, és amikor elváltam, akkor voltam 23. Tehát ez 8 évig tartott. Igen, igen. Hát én közben ugye gimnáziumban jártam, mint férjes asszony, ami érdekes volt, mert amikor nagyon ritkán beteg voltam, akkor a férjemnek kellett igazolást adni az iskolába. Ő mennyi idős volt a férjed? Ő 4 éve volt nálam idősebb, tehát amikor én 15 voltam, akkor volt ő 19. Ez érlelődött benned végig a 8 év alatt? Tehát egy kínálkozó alkalomra vártál, vagy egész egyszerűen volt egy pont, amikor rádöbbentél arra, hogy neked onnan el kell jönnöd? Nagyon rosszul éreztem magam rögtön, de én mindig először magamba keresem a hibát, és az első néhány évben én úgy gondoltam, hogy talán azért érzem annyira rosszul magam, mert nem vagyok türelmes, vagy nincsenek reális elvárásaim. Ugye én egy megfelelő családi modell nélkül nőttem fel, hiszen az én édesanyám is elvált az apukámtól. Igazából nem tudtam azt, hogy a boldogtalanság az egy rossz dolog, mert megszoktam. Tehát ez is egy furcsa dolog, hogy mennyire építkezik az ember a korábbi tapasztalatéból. És jó, nem mehettem bulizni, mint a többiek gimnazista években vagy egyetemi években, de én ezt se éreztem borzasztó hátránynak. Csak amikor egyre inkább, amikor már elvégeztem a gimnáziumot és utána az egyetemet, és jöttek a karrier lehetőségek, és láttam azt, hogy most már tudnék lépni előre, és mennyire hátráltat az a boldogtalanság, ami a magánéletemet jellemezte, kezdtek fizikai fájdalmaim lenni, migrényeim, hátfájások, és aztán rájöttem, hogy ezt egyszerűen, hogy az ember igenis ápolnia kell a saját maga lelki nyugalmát is. Azt mondtad, hogy nem volt egy pozitív személyiség. Ez alatt mit értesz? Egy olyan személyiség volt, aki hihetetlen pesszimista volt, és mindig másokat hibáztatott minden nehézségben az életében. Nem volt benne motiváció, nem volt benne szenvedély, hogy jobb legyen, hogy többet akarjon. És most a többet akarásról nem az anyagi dolgokról beszélek, hanem azt, hogy legyen benne az az érzés, hogy valamiben én kimagasló legyek, jó legyek. És ezt egyre inkább így a könyveim kapcsán is tanulmányoztam, hogy ez egy
alapvető emberi tulajdonság az a vágy, hogy meg is kapjuk a visszacsatolást, de főleg magunkban érezzük azt, hogy valamit alkottunk, valamit tettünk. És benne ez nagyon hiányzott, és ez pont az ellenkezője az én személyiségemnek, aki akármilyen nehéz dolgokat éltem át, mindig hittem abban, hogy saját erőből fel tudok állni, és alapvetően mindig először magamat hibáztatom, de ezzel nem magamat rombolom, hanem sőt, arra késztetem magam, hogyha én hibáztam, az azt jelenti, hogy én magam ki is tudom húzni magam egy nehéz helyzetből, és megtenni azokat a lépésekkel, amivel korrigáljam a korábbi rossz lépéseimet. Folyamatosan alulbecsülte a teljesítményeimet, tehát én végig 15 éves korom óta tanulás mellett dolgoztam, mert ha kellett, takarítottam, babysitterkedtem, aztán később pincérkedtem, tehát amit lehetett, elvállaltam, ugye amikor még nem volt diplomám, akkor kicsit nehezebb lehetőségek vannak, és ő állandóan így betett, hogy hát lehet, hogy te jó vagy tanulásban, de nem tudnál egy autót megszerelni, mondjuk. És persze miért kéne nekem egy autót megszerelni, ráadásul szerintem, mint nő, ha szerettem volna autót megszerelni, akkor megtanultam volna, mert semmi akadálya ennek nincs. És mondtam, mertél visszaszólni? Vagy nagyon alávetett voltál ebbe a kapcsolatban? Volt egy időszak az elején, amikor így ilyen heves viták voltak, még emlékszem, egyszer egy serpenyővel neki szaladtam, a kezembe volt egy vas serpenyő, hogy kupán vágjam. És eltaláltad? Tessék, kupán is vágtam vele. Igen, az jól esett. De aztán rájöttem arra, hogy én alapvetően nem szeretem az ilyen jellegű kirobbanásokat, pont azért, mert édesanyám ilyen temperamentumos típus volt, és túl sok volt nálunk az ilyen jellegű jelenet, és ilyenkor én kikészültem utána. Tehát annyira sok energiát, és hogyha engem már valaki egy ilyen jellegű indulatra indítat, akkor már tudom, hogy valami nagyon nincsen rendben. Úgyhogy később azt találtam ki, hogy elkerülöm a konfliktusokat, de ezzel meg magamba folytottam a feszültségeket, amivel egyre inkább éreztem ennek már a fizikai tüneteit is. Hát ugye ilyenkor jönnek a betegségek. A migrén, amit említettél többet. Igen. De jól sejtem, akkor ez egy szenvedélyes kapcsolat volt, tehát azért ő is volt, hogy fizikailag bántalmazott. Vagy ez erős kifejezés? Hát voltak ilyen tolakodások, ilyen talakádások, meg ugye egy kisméretű nő számára, egy nála jobban nagyobb méretű férfi, már csak azzal is, hogy ugye közeledik feléd, és úgy tűnik, hogy ütni fog, már az is egy félelmetes dolog, pláne amikor fegyverek vannak az otthonban. Volt, hogy megütött? Volt, igen, nem volt gyakran, de volt. Ilyenkor mi volt a következő lépés? Eljutott egy bocsánatkérésig, te azért egyértelműsítetted, hogy ez megengedhetetlen, vagy ő ezt teljesen természetesnek tartotta? Hát ugye ilyenkor az ember óriásiakat sír, és kiborul, és levegőhöz se tud jutni, mert azért engem nem ütöttek gyerekkoromban. Tehát nálunk azért ez nem volt. Voltak heves viták, meg volt tányérdobálás, meg ilyen dolgok. Nem én dobáltam a tányérokat, édesanyám. De fizikai bántalmazás nem volt, és nekem ez egy sokkoló dolog volt. És akkor ilyenkor általában az ilyen személyiség mindent megígér, és nagyon cuki, és egy darabig el is próbálja hitetni, de azért közben belé táplálja, hogy te ezt kiprovokáltad, és megérdemelted. És utána ebből egy ilyen körkörös dolog alakult ki, egy nagyon egészségtelen kapcsolat, amiből tényleg nagyon nehezen tudnak az emberek kilépni. Viszont azt említetted az elején, hogy te komolyan mérlegelted azt, hogy ha te ott hagyod ezt a férfit, kilépsz ebből a kapcsolatból, az retorziókkal fog járni. Túlzásnak mondtad ezt a fegyverviselési mániáját és az esetleges használatát, vagy tényleg fölmerült a fejedbe az, hogy Tényleg fölmerült a fejemben, mert ő azért ezzel fenyegetett engem korábban, és ugye ilyen esetekben nem lehet tudni, hogyha valaki ilyen személyiség, mint ő, hogy akkor felcupolja magát, pláne ő néha ivott is, és egy ilyen pillanatban, ugye sajnos hallunk ilyen ügyekről Magyarországon is, mondjuk itt nem annyira ugye a fegyverekkel szoktak az emberek ilyen jellegű, de késeléseket hallunk, meg stb. Ilyet, sajnos előfordul, ugye érzelmi indítatásból, ezek a szerelmi gyilkosságok, ezek megtörténnek a
világszerte. Ha jól sejtem, ő ezzel megfenyegetett téged. Tehát azt mondta, hogy ha elhagysz, megöllek? Igen, igen. Ez elhangzott. Igen. Ez elhangzott, igen. És akkor mindig így eltoltam, de azért nagyon féltem. De aztán rájöttem arra, hogy így próbáltam így végig gondolni, hogy ő alapvetően egy gyáva ember volt. És ő azért szeretett élni. És ugye azért, ha valakit meggyilkolunk, akkor nagy eséllyel börtönbe kerülünk. És ezért én kitaláltam egy olyan kompromisszumot, hogy én ajánlottam neki egy olyan válási megállapodást, amiben ott maradt nála effektív minden. Ugye akkor volt egy közös házunk, be volt rendezve, én meg akkor már elkezdtem dolgozni, tudtam, hogy kibérelek egy lakást, azt a fizetésembe fedezni tudom, és ezért nem volt óriási vagyonunk, de hát volt egy házunk teljesen bebutorozva, és egy autó, stb. És akkor ennek alapján ezt inkább ott hagytam, és cserébe reméltem, hogy akkor ő ezzel így megelégszik, és megy tovább a saját életébe, és engedi azt, hogy én is a saját életemet csináljam tovább. Arra a szituációra azért nagyon kíváncsi vagyok, amikor leültetted veled szembe, és közölted vele azt, hogy vége van. Hát, az egy nehéz dolog volt. Az volt, hogy előtte való este, ugye reggel 8-ra voltak megbeszélve a költöztetők, hogy jönnek, és ő vele éjszaka lefekvés előtt közöltem, hogy reggel én már nem leszek itt. De egész éjszaka nem tudtam aludni, mert közben megféltem, hogy akár mi lesz. Nem, ügyvédhez, előtt átbeszéltük mi az egészet, a lakást kibéreltem. De emlékszem, amikor elmentem lakást keresni, hogy még remektem attól is, hogy mi van, ha meglátnak. Tehát ilyenkor az ember mindent, amit teszi titokban, ez valami hihetetlen félelemben teszi ugye ezeket a terveket, és bele volt avatva csak egy barátnőm, és akkor ők meg a szüleik, azok azért úgy mondták, hogy hát, hogyha nem ilyen. Ugye akkor nem volt mobiltelefon, nem voltunk ilyen állandóan ellenőrizhető és védhető is akár, úgyhogy akkor ők nagyon drukkoltak, hogy halljanak felőlem. Viszont egy dolgot, az nagyon, nagyon csúnya dolog volt nekem egy kutyám, akit nagyon szerettem. Igazából az összes emóciómat ebbe a kutyába tettem abban azokban az években, mert nem volt más ilyen meleg személyes kapcsolatom, és a kutyát elvitte és elaltatta. Emiatt, mert hogy ott te... Igen, igen. Mondtam, hogy majd jövök vissza a kutyáért, és közben elvitte és elaltatta, és ilyen mosollyal közölte velem. Valószínűleg ez volt az ő bosszúja. Igen, igen. Ráadásul neki volt egy eléggé nehéz apukája is, aki mindenkivel kikezdett, az én anyukámmal, velem, más nőkkel, és akkor ezt is közöltem vele, hogy ráadásul ugye az apukáddal ez is ez a helyzet, és nem szeretném, ha ezt nekem közölnöm kéne az anyukáddal. Mert az anyósomat meg bántani nem akartam, tehát soha nem mondtam ezeket neki vissza, de és akkor tudtam, hogy azért nagyon szereti az anyukáját, és hogy nem akarta. Tehát ez, nem szeretek zsarolni, de próbáltam magam ilyen szempontból védeni mindenképpen, hogy csak engedjen el. Tudsz róla bármit azóta? Gondolom megszakadt a kapcsolat. Megszakadt a kapcsolat, és nagyon keveset tudok róla, mert úgy Kentuckyval szintén eléggé megszakadt a kapcsolat, mert utána már az életünk, az amerikai életünk inkább a New York felé orientálódott, mert az új férjem meg az ő családja New Yorki, gyerekeim is a kettő nagy már ott él, és néha hallottam róla híreket, hogy nagyon hamar újra megnősült, elvett egy nőt, aki szintén elvégzett egy egyetemet, és aztán ott hagyta őt. úgyhogy, és hát általában munkanélküli maradt. Tehát tényleg egy megmaradt egy ilyen hihetetlen motiválatlan embernek, pedig két olyan nőt kapott az életébe, akik motiváltak voltak, akikkel együtt, hogyha csak halad velünk, akkor építhetett volna egy életet. De látszik, hogy a másik feleséggel se sikerült neki tovább jutni. Nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyon tanulságos volt. Én köszönöm, szia, sziasztok, hello!